Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Nem fenntartható és nem működik hatékonyan, emiatt át kell szervezni, vélik sokan szakértők és politikusok is, ha a romániai megyékről, közigazgatási rendszerről beszélnek. A mai esti 24 plusz műsorunk fő témája a közigazgatási rendszer átszervezése, illetve az ezáltal hozott káosz és veszélyek, hiszen azt mondják, hogy ha átgondolatlanul cselekszik a kormány, akkor számtalan veszéllyel jár mindez társadalmi és gazdasági szempontból is. Ránkerdei magyarokra pedig különös helyzetet teremthet, nagy veszélyeket hozhat, asszimilációról beszélnek szakemberek. Hogy hogyan lehet mégis úgy átszervezni a jelenlegi romániai közigazgatási rendszert, hogy az működjön, hatékony legyen, fenntartható legyen, és mi is itt Erdélyben, erdélyi magyarok, Székelyföldön, Székelyföldiek megmaradjunk, és egységesen tudjunk működni. Ez a központi témánk és kérdésünk itt ma este a 24 pluszba. Egy rövid összeállítás következzen most. A téma tavaly évvégén zajló összesítéséről, nyilatkozatsorokról. Ismét felvetődött a közigazgatási reform témája Romániában. Márcsel Csolákú miniszterelnök a romániai helyi önkormányzatok csúcs találkozóján beszélt erről, és beszédében hangsúlyozta, hogy a közigazgatási reformra nagy szükség van, de azt nem lehet 2024-től megvalósítani. se va Valóban ezt a reformot nem lehet 2024-től gyakorlatba ültetni, és a reform kiindulópontjául az önkormányzatok javaslatai kell álljanak. Számunkra, politikusok számára az lenne a legegyszerűbb, ha törvényben rögzítenénk, hogy 2000 fős lakosságon alul nincs község. De teljesen elhibázott lenne ez a megközelítés, mert mint önök is mondták, nem működik ebben az esetben a matematikai megközelítés. A közigazgatási reform megvalósítása érdekében egy jól kidolgozott és alaposan megvitatott tervre van szükség, de nem kell feltalálni a spanyol viaszt, tette hozzá. A téma kapcsán a Pénéli elnöke Nikolaj Csukő kifejtette, hogy a helyi közösségek fejlődésének kulcsa az erőforrások egyesítésében és a digitalizációban rejlik. A nagy beruházások és a helyi szintű partnerségek pedig alapul szolgálhatnak a valós közigazgatási területi átszervezésnek. Október végén egyébként a képviselőház döntő fórumként elutasított egy közigazgatási átszervezésre vonatkozó törvénytervezetet, amelynek értelmében Hargitát, Kovásznát és Brassót egy megyébe olvasztották volna, Maros megyét pedig Kolos, Besztercen, és Szilágy megyével kötötték volna össze. Ez rendkívül negatívan érintette volna az erdélyi magyar közösséget. Köszöntöm stúdiónkba, Tamás Sándort, kovács, a tanácsának elnökét. Jó estét kívánok, elnök úr! Kezdjük sokan a nosolyon. Úgyre egyre többet beszélünk a közigazgatási átszervezésről. Még nagyon éles téma volt 2008 és 2011 között az átszervezés, aztán minden leállt. Most mégis miért tartják úgy önök is, ön is, hogy egyre közelebb ez az átszervezési folyamat, és egyre nagyobb veszélyekkel jár ez? Éppen azért, mint az imént hallottunk a miniszterelnöktől, hogy 2024-ben nem foglalkozunk ezzel a témával. Egy másik fórumon azt mondta, hogy majd a választások után elővesszük. Ez az egyik tétel. A másik, hogy a román pártok, a nagy román pártok gyakorlatilag egyetértenek azzal, hogy közigazgatási átszervezést kell tartani Romániában. Itt a Peszedé, a Penelé, az Aur, az Uszeré is és uh, egyre több olyan törvénytervezet jelent meg, uh, amelyek közül egyeseket elutasítottak, mások még különböző stádiumban vannak. Különböző fiókokban a törvénytervezetek. Különböző fiókokban, egyrészt különböző intézményekben vannak, uh, amelyek arról szólnak, hogy uh, 5000 főn alóli községeket össze kell vonni, 10.000 főn felüli városok maradhatnak a többieket, vagy össze kell vonni, vagy községi státust kapnak, és a megyéket pedig át kell szervezni. És a, a nagy probléma az, hogy e, abban gyakorlatilag egyetértenek e, ma már a Román Tudományos Akadémia mellett működő tintengek, e, kutatóközpontok, a, a Román Kereskedelmi és Iparkamara, és egyre több olyan szakmai szervezet is e, e, emellett teszi le a voksát, akik befolyással vannak a kormány e, döntéseire. Na most nézze, én azt gondolom, hogy e, nem lehet, e, nem könyvelési kérdés egy közösség e, Építése megtartása. Mert hogy ugye főleg gazdasági érvek hangzanak el az átszervezés mellett. Pontosan erről van szó, és ez ugye jól hangzik most, amikor Románia elég nagy, elég nagy pénzügyi problémával küzd, gyakorlatilag világválság van, nem csak körülöttünk, hanem ebben az országban is, és akkor jól hangzik és könnyebben átvihető szerintük, hogyha a gazdasági érvekre hivatkoznak. Viszont azt gondoljuk mi a Magyar Demokrata Szövetségben, hogy az állam uh, nem egy könyvelő, hanem az államnak az elsődleges feladata a polgárok kiszolgálása, az állampolgárok jólétének biztosítása, és nem lehet egy-egy település, egy-egy község pur könyvelési kérdés. Mert az viszont igaz, hogy kis települések uh, központi uh, támogatásból tudnak csak fennmaradni, viszont alkalmazottak bérezésére sem jut abból a bevételből, amit adott esetben egy önkormányzat egy év alatt Vannak fogyaszték. olyan települések, különösen a kis települések, vagy akár hátrányos helyzeti régióban lévő a kisvárosok, ahol nem jut elég pénz, a helyi bevételek nem fedezik, a gyakorlatilag az intézmény működését sem, nem hogy fejlesztésre, vagy kulturális tevékenységre, sporttevékenységre lehessen fordítani. Viszont az állam feladata az, hogy a polgárok érdekeit, az állampolgárok érdekeit szolgálja, és hogy közösségépítés is történjen. Tehát ez nem egy könyvelési kérdés. Tehát nem lehet, nem lehet pur matematikával közösséget építeni. Mert ha ilyen alapon mennénk, akkor ugye egy könyvtár az nem egy termelő egység, és akkor be kellene zárni a könyvtárakat? A színháznak nincsen, nincsen profitja, tehát akkor be kellene zárni a színházakat? Én azt gondolom, hogy nem, mert e, nekünk az a feladatunk, hogy közösséget is építsünk, és gondolom, hogy a román társadalomban e, is e, hasonlók éppen gondolkodnak, a, vagy kellene gondolkodjanak a román politikusok. Éppen ezért olyan településekre, vagy olyan tevékenységekre is he, e, kell helyezni hangsúlyt, pénzt, e, egyéb forrásokat, amelyek, e, amelyek az emberek, e, hogy mondjam, mindennapi szükségletein, e, jólétén kívül, e, kulturális háttérrel is foglalkoznak. Elnök úr, ugye itt. A Beszélünk még a gazdasági kérdésekről, de arra kérem, hogy egy kicsit vetítse fel nekünk, és azt ígérte, hogy rajzban is megmutatja, hogy miből állhat az a fajta átszervezési terv, amit eddig uh, napi rendre került, és akár adott esetben elvetettek, milyen veszélyekkel járhat, akár kovács nem egy esetében. Nézze tehát nagyon sokan ugye arról beszélnek, hogy 2024 a szuperválasztások éve, hogy 2024-ben ennyi és ennyi választás lesz egyébként négy, uh, viszont. Uh, Arról keveset beszélnek, hogy a 2024-es választások azok nem 2024-ről szólnak. Még csak nem is 2025-ről szólnak. Hogyha a választások eredményei számunkra, erdély magyarok számára nem jó irányba tolódnak el, akkor a magyar közösség, magyar közösség életében hosszú távon, évtizedekre, előre láthatóan évtizedekre eldönti a magyar közösség létének a sorsát. És azt is elmondom, hogy, hogy miért. Nyilván ezek a törvénytervezetek többnyire abban megegyeznek, hogy három dologban, hogy 5000 főn aluli település nem lehet község, tehát össze kell vonni a kisebbeket, megegyeznek abban, hogy tízezer fönn felül kell legyen egy város, és megegyeznek abban, hogy a megyéket különböző formában, hiszen különböző elképzelések és különböző térképek vannak, a megyéket át kell rajzolni. Ez például háromszéken Kovászna megyében a következőképpen néz ki. Ha itt van a kicsi szeretet megyénk, lehet, hogy nem mindenki tudja, például Orsolya tudja -e azt, hogy hány olyan község van háromszéken, amely 5000 főn felül van. Nem tudom a községek számát. Na, akkor elmondom, egy ilyen község van, amely 5000 főn felül van, ez nem más, mint előpatak. Tehát az egyik tétel, az egyik tétel, hogy község csak 5000 főn felül lehet. Ez azt eredményezi például a mi megyénkben, hogy vannak olyan kisközségek, amelyeket 15-20 évvel ezelőtt állítottunk vissza, hiszen a kommunista rendszerben 68-ban ugye felszámolták, utána pedig én is még parlamenti képviselő volt akko, voltam akkor, amikor visszaállítottuk a községeket, és látjuk, hogy 15-20 év alatt elkezdett fejlődni, nem csak fizikai értelemben vízcsatorna úthálózat, hanem közösségi élet tekintetében is. Vannak ilyen kis községek, mondok egy példát. Itt van például Sepsi Bükszád. Ez egy 1600 fős község ugye 5000 alól van. Mellette van egy másik kiskösség, Mikoly falu, 1400. Ez a kettő még mindig csak 3000. Ott van mellette Málnás. Itt éppen 1400 en laknak. Ez mennyi? Nem vagyok jó matekból, de egyszerű a képlet, ez még mindig csak 4004. Értelemszerűen a mellette levő 2800 fős községet össze kell olvasztani. Ez pedig bodok. Na most, aki ismeri a terepet, annak is nagyon furcsa, de egyébként így, az olt mellett így, ebből lenne egy nagyobb község. Ez közigazgatásilag szinte elképzelhetetlen, hogy lehetne egy ilyen községet napi rendszerességgel eredményesen működtetni. De miért nem? Hiszen amikor egy átszervezésről beszélünk, és adott esetben három egymás melletti községet vázolt fel nekünk, négyet, elnézést, akkor ugye azt mondják, Egyszerű halandóként az emberek, az ott lakók, hogy, hogyha egy helyen mindent el tudunk intézni a közigazgatásban, lehet, hogy sokkal egyszerűbb a működésünk. Azért, mert ez a távolság itt 20 kilométer. Azért, mert aki ismeri a terepet, az pontosan tudja, egyrészt a múlt tapasztalataiból, másrészt a jelen tapasztalataiból, hogy hatékonyan működtetni egy ilyen típusú községet, ezt lehetetlen. De ez a kisebbik probléma. Hiszen itt akárhogy számoljuk, és akárhogy alakítják a dolgot, magyar polgármester lesz és magyar közigazgatás, mert hogy itt mind magyarok laknak. Na most képzeljen el egy másik tételt, ugye az a második fontos állítás, amelyik, amelyben mindegyik, minden törvénytervezet eddig megegyezett, hogy tízezren felül kell legyen egy város. Itt van Erdővidék, Barót városával. Barót városában most 7700 ember lakik. Mellette van Vargyas, 1400 fő. Ez sincs tízezer. A harmadik tétel, ami mindjárt azt is lerajzolom, hogy megyéket is át kell szervezni. Ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül a jelenlegi Kovászna megyében gondolkodni, hanem ehhez hozzá tudják rajzolni Ágoston falvát. falvát. Akik ismerik Ágostonfalva etnikai összetételét, elborzadnak attól, hogy falvát hozza, hozzaragasztani egy erdővidéki gyönyörű szép tájegységhez. Milyen az összetétele jelen pillanatban Ágostonfalva? Hát, jelen pillanatban az összetétele többségében román cigányok laknak ott, és a többi meg román nemzetiség. De itt van alatta, itt van alatta ajta. Ajta község, Ajta község 1600 fős. Könnyen adja magát hogy ürmös és apátszát ide fogják, ide, tud, ide tudják ragasztani. Etnikailag ez? mit? Ez etnikailag azt jelenti, hogy azonnal átbillentette, a 98%-ban magyar ajta község etnikai arányát átbillentette. 70-30 arányra. Vagy ha esetleg nem elég, akkor ott van, még, ott van még mindig bölön és bölön patak, és akkor az arány az, az már 80-20 lesz. Tehát azok a veszélyek, én csak azért mondtam az imént is, hogy ez nem 24-ről szól ez a választás. Mert hogyha nekünk nem lesz olyan parlamenti képviseletünk, nem lesz olyan önkormányzati, európai parlamenti képviseletünk, ahol szembe tudunk fordulni az ilyen folyamatokkal, akkor az hosszú távra el tudja billenteni azokat a közösségeknek az életét, a létét, a kulturális hátterét, egyáltalán az identitásához szükséges intézmények megtartását, amelyekre eddig nagy, nagy hangsúlyt fektettünk és büszkék voltunk. Az igaz, hogy az elmúlt időszakban is voltak ilyen próbálkozások. Hiszen... Uh Először Böszeszkó elnök, akkor, amikor teljhatalmú ura volt ennek az országnak 2009 tájékán, ő is át akarta szervezni a közigazgatást. Szembe tudtunk fordulni vele. Később uh, Liviu Drágnia, ő volt az élethalál ura annak idején, uh, 72%-os parlamenti többsége volt az ő pártjának és a Krina Antonescu pártjának, és ők is megpróbálták átszervezni, de volt erőnk a parlamentben, az országos politikumban, hogy átszervezni, hogy ellen van, ennek azt mondják, hogy ezt az átszervezést, valamilyen formájú átszervezést nem lehet már meggátolni, hiszen Románia kényszerhelyzetben van, ahogy ön is mondta a gazdasági értelemben, nagyon nagy átszervezésre szorul, hogy működésileg fenntartható legyen az az állami aparátus, amit visz, de mi lehet az a forma, amivel nem veszítünk ennyit, és ezeket a veszélyeket el tudjuk kerülni. Egy pillanat, arra is -e kitérünk, csak a harmadik tételt is el szerettem volna mondani, le. hogy mit fog történni a megyékkel. Ugyanis az egyik verzió szerint, és akkor az első térképet, hogyha meg tudjuk mutatni. Igen, nézzük meg az első térképet. Igen, az egyik verzió szerint így néznének ki a megyék. Nyilván, hogy minket elsősorban a Székelyföld megyéi érdekelnek, ez azt jelenti, hogy Hargita, Kovászna, Brassó megye egy mega megyébe tartoznak. Ez konkrétan úgy nézne ki, hogyha itt van szeretett Kovászna megyénk, itt van Hargita megye, itt van pedig Brassó megye. Ez egy kicsit nagyobb, csak itt a táblára most nem fér mindenki. Itt van Brassó városa. Most képzeljék el, hogy Kovászna megyében ebben a pillanatban 76 72 72 a magyar közösség. Hargita megyében 86 a magyar közösség, Brassó megyében 6 Na most ebből lesz egy megye. A Mega megyében 1 millió 100 ember fog élni. 1 millió 100 ember. Ebből az 1 millió 100 emberből 42 magyar, 53 román. És még van 5 más nemzetiségű is. Ennek az a következménye, hogy főleg az anyagi szükségre hivatkozva, akkor, amikor Brassó megye, a, a, nagy megye Brassóban lévő megyei tanácsában arról kell dönteni, hogy a sepsi Györgyi Székely Nemzeti Múzeumra fordítunk-e pénzt, vagy a Brassói Múzeul de Ártára, akkor majd el fogja dönteni a többség, hogy hova. Mert hogy nem lesz pénz mind a kettőre. Tehát én csak azt akartam kihangsúlyozni, hogy azokban a kritikus kérdésekben, amelyek olyan intézményi rendszerekről szólnak, amely gyakorlatilag a mi identitásunkat jelentik, azokról, amelyektől olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk mi magyarok, azokban a kérdésekben fennáll annak a veszélye, hogy ne legyen pénz a fenntartására, a felújítására. Tehát akkor, amikor erről szavazni kell, akkor egészen biztos, mert hogy a tapasztalatunk is ezt mutatja az elmúlt 105 évben ebben az országban, akkor itt a különböző román pártok, egyféleképpen szavaznak, és mi maradtunk a 42 Az elfogadható a. lehetne, működtethető, hogy Hargita, Kovászna és Maros megye jelenlegi területeiből egy egységet, egy önálló adminisztratív egységet. Ez volt, ez volt a mi javaslatunk, Böseszkónak is, Liviu is, és valószínű, hogy ez lesz a következő időszakban, csak ahhoz, hogy ezt mi javasolni tudjuk, ott kerülni az asztal mellett. Tehát az országos és az európai politikai porondon képviseletünk kell legyen. Mert ez olyan, képzelje el, ez olyan, mint a körforgalom. Hogy a körforgalomba csak akkor lehet bemenni, hogyha a lámpa zöldre váltott. Ha piros a lámpa, akkor nem tudunk bemenni. Te Tehát ma... nekünk ahhoz, hogy a parlamentben, és remélhetőleg a kormánynál is hangunk legyen, ahhoz be kell kerülni a parlamentbe, és a parlamenti pártokból lesznek majd a kormány, kormányzó pártok. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy ott kell ülni az asztal mellett, mert ha nem ülünk az asztal mellett, akkor könnyen felkerülünk az étlapra. Az étlap pedig az körülbelül így néz ki. Most tessék elképzelni, hogy ez az egyik része, ez a, a nemzetpolitikai része, hogy különböző intézmények kérdésében mire lesz pénz. A háromszék néptánc együttes finanszírozására lesz-e elégséges összeg? A háromszéki... Háromszéki egyházak, történelmi egyházaink, műemlék épületeinek a felújítására, fenntartására lesz-e elég pénz a nagy mega megyében, hogy mindegyiket megfelelőképpen, egyensúlyba tartva egyébként ki tudjuk-e szolgálni, vagy nem? Kétségeim azért vannak, mert ez a blokk, akkor, amikor nemzeti ügyekről van szó, nemzeti kérdésekről, akkor mindig összeszokott fogni a másik blokkkal szemben. És még mondok egy praktikus kérdést. Ha Kézdi -Kőváron, Kézdi Kőváron, egy öreg néni egy 10 nézetméter beton alapú tyúkpajtát szeretne építeni szabályosan, akkor neki építkezésé először urbanisztikai bizonylatért, majd építkezés engedélyt kell fordulni a megyei önkormányzathoz. Ő megpróbálhatja számítógépen. Mint hát a digitalizáció ezt részben Persze, meg én azt értem, én. csak az a helyzet, hogy látjuk, hogy a, hogy a, magyar közösségünkben az idősebb generáció és a nagyon fiatal generáció nem tud megfelelőképpen románul. Most arról nem is beszél, hogy kézzikőváron a felszegben nincsen mindig internet. Ha mégse tudja ezt elintézni a kiseo.ro honlapon, akkor ő fel fog ülni itt egy stopra, bejön kézdi vásárhelyre, felül a vonatra, elmegy Szent keresztül Brassóba, ez, ez a művelet körülbelül három óra. Bemegy a megyei tanácshoz, és mit, mit csinál? Konkrétan mit csinál? Ha megtalálja mégis az urbanisztikai osztályt, vagy a közönségszolgálatot, akkor ki, ki fog fizetni 2014 ban itt. Mert 14 bani az a minimális összeg, egy minimális felület urbanisztikai bizonylatának a, a, a az ellenértéke, amit ő ott ki kell fizessen ha meg tudja beszélni a kivel. Ugye sokan azt mondják, hogy hát természetesen majd alkalmazzák a meg a megye tanácsához azokat az alkalmazottakat, akik egyébként Csíkszeredában vagy Csepsiszentgyörgyön dolgoznak a megyei tanácsnál. De ez csak egy ideig, addig, amíg bírják, bírják türelemmel, szérnával és pénzzel, hogy naponta beutazzanak Brassóba. Na igen, ugye az alkalmazottak kapcsán azt is mondják, Szakemberek, hogy hát a kormány ezzel az átszervezési intézkedéssel igazából egy nagy másik problémát is megold, ez pedig a közféra túldimensionált Köszönöm mérete. Ó, de jó kérdés. És hogy ebből a megközelítésből. Most mondom, nagyon jó megközelítés, vagy nagyon jó a kérdés, csak a, a, a bukaresti kérdésfeltevés rossz. Ugyanis mi történik? Az történik, hogy ebben az országban, Romániában, a tavaly össze volt 1 millió 200 ezer, 1 millió 200 ezer alkalmazott volt, közalkalmazott volt. Az egyébként 5 millióhoz, aki adózik, aki termel ebben, az ország, adózik ebben az országban, abból 1 millió 200 ezer. A múlt össze a helyi közigazgatási egységeknek letiltották az alkalmazást, és tudja, mi történt a március elején ebben az évben? Lett 1 millió 300 ezer tehát röpke fél év alatt a központi közigazgatásban még alkalmaztak százezer ember. Ugyanis a közigazgatás minden országban, ebben az országban is két részre oszlik. Az egyik része az a központi központi közigazgatás, és a másik része a helyi, helyi, helyi önkormányzatok. Na most tudja, hogy mi az arány? Hát a központi jóval nagyobb mérték, mint a helyi. 80 százalék, és a helyi 20 százalék. Tehát a kettő között ez az arány letiltották a helyi közigazgatásban az alkalmazást, de mégis százezerrel megnőtt a 80 százalék. Tehát gyakorlatilag a bukaresti intézmények és az nekük alárendőlt megyében lévő államigazgatási intézményeket hízlaltuk, miközben arról prédikálnak, hogy kevés a pénz. Igen, azzal próbálják ezt a közigazgatási átszervezést is megvalósítani, hogy csökkentsük a kiadásokat, de a kiadásokat a helyiek kárára akarják csökkenteni, és nem a bukarestiek kárára. Miközben mi a helyi és megyei önkormányzatban dolgozók találkozunk, a, a legközelebb eső szint a miénk, ahol találkozunk az emberek problémáival, és ahol meg kell oldani a, a problémákat. De ez a verzió, a, ez a verzió, ö, ennél a verziónál még azt elmondom ö, összehasonlításként, hogy Maros megye, csak egy kicsit puskázok, mert Maros megye ugye nem ebben a verzióban van benne, hanem Maros megye, Besztelszen azt mondja, hogy a Szilágy és Kolozs megye. Most Maros megye, hogyha nem tévedek, akkor Maros megyében ebben a pillanatban 35 tehát Maros megye, 35,5 százaléknyi magyar van. Ebben a mega megyeben, ebben a mega, mega, megyében tudja mennyire csökken a magyarság aránya? 5 százalék? Nem, nem, annál bővebb. Tehát a mega 19 százalék. És én azt gondolom, hogy itt ér véget az erdély, magyar, erdély magyarság jövője. Hogyha ezt meg tudják csinálni nálunk nélkül, akkor véget ér, hosszú távon véget ér. És azt is elmondom, hogy miért hiszen erről is van tapasztalat. Valószínű, hogy sokan emlékeznek és sokan hallottak arra, hogy ha hogyha itt van Románia, sok ez már nem hisz annyira, itt van Románia, itt van Magyarország, itt van Szlovákia. Nagyon egy kicsivel kisebb Szlovákia. A Szlovákiai magyarok, a Szlovákiai magyarok a Magyarországhoz eső határmenti részen élnek. Évekkel ezelőtt, még 20 évvel ezelőtt Szlovákiában a megyék úgy voltak felosztva, hogy volt olyan megye, ahol kisebbségben volt a magyarság, volt ahol megye, ahol többségben volt a magyarság, volt ahol megye, ahol fele, -fele volt, de a megyei önkormányzatokban reálisan tükröződött a magyarság aránya. 20 évvel ezelőtt Szlovákiában a megyéket így osztották fel. És attól kezdve nincsen egyetlen olyan szlovákiai megye ahol a magyarok megközelítik a felét a, a megye lakosságának. Ennek azért többek között a következménye, egy, elindult egy masszív assimiláció, és kettő, annak ellenére, hogy a szlovákiai magyarok Szlovákiában 10-12 százalékon vannak, 12 éve nem jutnak már be a sem. Az 5%-os küszöböt nem tudják elérni. Ennek soka, soka története, sok a története, sok oka van neki. De az egyik legfontosabb oka az, hogy a közigazgatást úgy szervezték át, hogy kinek fájt. Fájt a szlovákiai magyaroknak, ők még ezt megfogalmazták, elmondták a mikrofontól, de én nem láttam sem Európai Fórumot, sem Brüsszelt, sem Washington, hogy, hogy ki volna mellettük, vagy, vagy bárki is más a hangját felemelte volna. Tehát visszatérve, én csak azt akartam ebből ábrázolni, hogy fennáll annak a veszélye, hogyha nem figyelünk oda, hogy 2024-es választások azok, ha nem jól alakulnak, akkor nem 24-ről szólnak, hanem Hosszú távon, évtizedekre el tudják dönteni, el tudják billenteni az erdélyi magyarok sorsát. Nagyon fogy az időnk, elnök úr. De és ez a jobbik verzió, még. mert még van egy rosszabb, azt Igen, is mutassuk meg nagyon kérem. Nagyon röviden van időnk még megmutatni egy másik verziót. Ugye itt a fejlesztési régiók kapcsán is uh, született egy térkép, és itt látjuk is. Igen, a másik, a másik verzió, hogy a fejlesztési régiókból csinálnak megyét. Ebben a fejlesztési régióban... Hogyha ebben már benne van Maros megye is velünk együtt, csak egy, kicsit, egy kicsit, nagyobb, kicsit nagyobb román tengerbe, itt körülbelül 25%-nyi 25, 25 lenne a magyar közösség. Na most azért 75 a 25-tel, az azt jelenti, ugye az, az egyharmadhoz képzeljék el, hogyha képzeljék el azt a helyzetet, hogy van egy gödör. Itt van egy gödör. Ebbe a gödörbe beleesik egy bárány, és három farkas. Ez ugye három az egyhez. 75-25. És akkor este eldöntik demokratikusan, hogy mit fognak vacsorázni. Tehát ez körülbelül így néz ki. Először a veszélyekre és Lassan ezzel kell is zárjuk a beszélgetésünket. Egy gondolat erejéig térjünk vissza. Azt tapasztalhatjuk, hogy az elmúlt egy-két évben felerősödött Romániában, politikai szinten is a szélsőséges megnyilvánulásoknak a terepe. Ki tudjuk -e ezt védeni? Mire számíthatunk ön szerint ebben a választási évben? Nézze, arra számíthatunk, hogy nem fognak jobban szeretni, és akik még annál is jobban utálnak, azok a vesztünket akarják ők körülbelül 30 on vannak már ebben az országban, ami meg fog, meg fog mutatkozni, mennyi időnk van. Még ha van két percünk, akkor gyorsan lerajzolom. Másfél percünk van. Köszönöm szépen. Idővégéig. Másfél perc alatt gyorsan lerajzolom. Tehát ebben a pillanatban a Peszedének van Peszedé 30 Utána gyorsan következik az Áur, ez 20 százalék asszony, ez 6 Van a penelé, egy gyorsan csökkenőben mondjuk 18 százalék, uszeré 14 és vagyunk mi, RMDS, ez 6 Az a helyzet, hogy ez a 21, egy, egy fakad, egy irányba tart, ismerjük a diskurzust, ez már 26 Az a nagy különbség, kedves Orsolya, a régebbi, a kékkel rajzolt román pártok, vagy a régebbi, a paraszpárta pedeli, aik vannak egy helyen, ők is románok és ortodoxok, de az ő jövőképükben benne voltunk mi is, magyarok, meg más kisebbség, mert kormányon ellenzékbe, nyűggel, bajjal valahogy elértünk eredményeket. A pirosak jövőképében nem vagyunk benne. A pirosak kizárólag ortodox és kizárólag román romániát akarnak. Nézzük meg erről egy bejátszást. Ha a törvényhozásba, akkor bekerülhetünk a jövőképükbe, hisz ők ott lesznek. Ezeknek meg. nem kerülünk be a jövőképükbe. A mások jövőképében benne vagyunk, ezt mutatja az elmúlt 33 év. És akkor végezetül egy 30 másodperces bejátszást. Nézzük, nézzük meg. meg. így van. Halló! Ej, de unde va trezis voi mai să vă bateți joc de România? Rușine să-ți fie trădătorilor! Nincs nu ați fost majoritar trădătorilor! Niciodată! Dacă nu-ți place, du-te în Ungaria! Ne fejezzük így be a műsort, mert van megoldás. A megoldás pedig a saját általunk megszervezett választások minden egyes településen. Nem bízhatjuk rájuk. Mert hogyha rájuk bízzuk a saját sorsunkat, akkor az a mi vesztünket jelenti. Éppen ezért jó, hogyha időben megszervezzük településenként azt a rendszert, amelyel az emberek figyelmét hívjuk fel, és amely mozgósít a választásra. Így legyen én sok sikert és kitartást kívánok ebben a munkában önöknek. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ma este, és 24 plusz a legközelebb hétfőn este várjuk önöket, de addig is maradjanak az Erdély Magyar Televízió társaságában. Viszontlátásra.